A legnagyobb érdeklődést a teltházas zombori lakossági fórumon is a mezőgazdasági jellegű támogatások, a gazdaságok fejlesztése és a földvásárlás lehetősége váltotta ki. Szerintem elég sok mindenre lehet pályázni, úgyhogy konkrét a mi esetünkben egy komolyabb traktorra pályáznak. Az őrszállási Kurta család abban bízik, hogy az új körben egy nagy teljesítményű traktorral vagy a földvásárlási lehetőséggel tovább tudnák fejleszteni a családi gazdaságot. Az előző körben 5 új eszközt sikerült nyerniük. Sokkal könnyebb új gép, az új gép. Nem birtok volna így megvenni. Kaptunk pótkocsit, 2 Grobert, mix kocsit, van tehénfarmunk is akkor, hát ez könnyíti a munkát. Nagyon könnyíti, sokkal könnyebben fogjuk bírni elvégezni, mint idáig. Sikeresnek értékelte az előző 3 pályázati kört a városban és a hozzátartozó településeken Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője. Arra biztatjuk a pályázókat, hogy pályázzanak, hiszen jó példa áll előttük, gyakorlatilag 10-ből 9 pályázó nyer, Zomborban is nagyon sokan pályáztak, és 301 sikeres pályázónk van, és 183 millió dinár, valamivel több mint 183 millió dinár támogatás érkezett ebbe a községbe, ebbe a nyugat-bácskai önkormányzat és a hozzátartozó településekre, a gazdálkodóknak és a vállalkozóknak, úgyhogy csak rajtuk múlik, hogy a most kiért 3 pályázati kiírással milyen gyorsan és milyen mértékben tudjuk növelni a nyertes projektek számát és a beruházott érték nagyságát. A Prosperitáti Alapítvány 4. támogatási körében falusi házvásárlás célzó visszanemtérítendő támogatásra, mezőgazdasági földvásárlási hitel támogatására, valamint mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések támogatására lehet pályázni. A pályázatok beadási határideje november 30-a.